Amikor 93-ban az első Voltot megcsináltátok egy tornateremben, ugye? Így van. Uh, és lehoztátok, a, ahogy ezt már sokszor mondtad, a fekete lyuk közönségét, az alter zenészeket egy tornaterembe. Uh, akkor ti már tudtátok, hogy hogy kell áramot varázsolni, uh, mennyi WC kell, egyáltalán hogy kell ezt az egészet megszervezni? Mert ez egy őrület egyébként, egy fesztivál, még akkor is, akkor még pici volt. Hát azt talán túlzás lenne, hogyha azt mondanám, hogy semmit nem tudtunk erről a műfajról, hiszen gimisként azt megelőző években már szerveztünk városi kisebb léptékű rendezvényeket a helyi sportcsarnokban, művelődési házban, iskolai tornateremben és is így tovább. Tehát volt némi elképzelésünk arról, hogy mondjuk áramot hol lehet találni, vagy színpadot kitől lehet bérelni, de ezek léptékében még a mai fesztiválokhoz hasonlítva egészen picik voltak. Sokkal inkább az ragadott el minket, hogy próbáljuk meg azt a fajta közönséget megcélozni, pontosabban a Soproni kortársainknak meg tudjuk mutatni, hogy amit irigylünk, amiért Budapestre jár stoppolva vonattal, aki éppen gim gimis vagy, vagy hozzánk hasonló korosztály, azt bizony Sopronban mi is meg tudjuk csinálni. És komolyan vettek titeket? Azt hiszem, hogy igen. Mm, szoktam mondani, illetve szoktam gondolkodni rajta, hogy ez, ez minek volt köszönhető annak, hogy valakinek olyan neve van, mint az enyém, hogy a Lóben Vejne, szívesen kimondom, hiszen Lóben Vejnek mondják sokan, hát ha most egy kicsit tudom tudatosítani, hogy, óval ejtjük. Ennek van nyilván hátoldala is, hogy, egy ilyen nevet könnyű megegyezni. Viszont Sopronban az én édesapám egy, egy nagyon szeretett, tisztelt fotós volt így azokban a körökben, ahol mondjuk el lehetett indulni rendezvényszervezőként, ahol végig lehetett gondolni azt, hogy egyáltalán van-e arra esély, hogy kibéreljünk egy, egy, helyszínt, vagy, vagy elinduljunk ezen az úton, ott azért jól csengett a, a, nevem, tehát azt hiszem, hogy ez egy jó deszka volt. Az izgés érdekel téged, hogy összmész, szervezel és teremtesz valamit ebben az egészben, mert a, a koncertek azért nagyon bonyolult dolgok, vagy az, hogy akkor most én csinálok valamit, ami más, mint a apám és a nagyapám és a nagymamám. Az izgés az jó kifejezés, ugye apukámat sokat emlegettük már, ugye fotóriporter volt elsősorban, tehát a fotóriporter ugye az ő munkája arról szól, mint egy híradósnak nagyjából, hogy a városi kisebb-nagyobb rendezvényeken ő mindig ott van, reggeltől estig járt kelt a városban, nyilván ebben voltak kevésbé izgalmas produkciók, egy szoboravatás is voltak nagyon izgalmasak, mint a határ átkerés, vagy a vasfüggőnek a lebontása. Fotóriporter volt, úgyhogy Akkor neked ebben kell. nőttem fel, igen. És hát én ugye ott voltam mellette folyamatosan, engem is nagyon érdekelt a fotóriporterkedés, a híradózás és minden ilyesmi, ami, ami ezzel összefügg. És hát én azt hiszem, utólag visszagondolva, végül nem ezt a pályát választottam, de azért van közel annak ahhoz, ahol én kitok kikötöttem, amit szerettem, amit tetszett nekem a fotóriporterkedésben. Az izgés valóban, tehát ahogy te mondtad, ott lenni eseményeken és, és megmutatni, hogy te képes vagy rá. Másrészt meg egy kicsit azt is érzem, hogy én sajnos nem, vagy lehet, hogy a közönség úgy fogalmazhatna, inkább, hogy szerencsére nem tanultam zenélni, tehát nem kerültem színpadra, de az a fajta alkotóvágy az meg volt bennem mindig is, hogy valami olyat álmodjak meg, amit egyszer csak színpadra vihetek én, nem mint egy rendező, de tulajdonképpen igent, hiszen, hiszen, az is egyfajta rendezés, amikor, amikor egy produkciót állít színpadra az ember. Mikor fordult ez át egy ilyen kedves úttörő csapatból, amikor mindent megoldunk okosba, mert fiatalok vagyunk és lelkesek, egy profi gépezetté, amit már mondjuk a gerendőik is észrevettek, mindenki észrevette, amit, a, ami már nem egy marginális, kis aranyos dolog volt, hanem egy nagyon komoly vállalkozás, biznisz, kulturális esemény. Én azt hiszem, vagy legalábbis azt remélem, és így, úgy érzem, hogy így is van, hogy valahol a kettő között próbálunk mozogni továbbra is. Tehát, hogy a nagyon profi, kőkemény üzletemberként viselkedő és a kicsi aranyos lelkesedésből tevékenykedő csapat között vagyunk valahol félúton. Említetted társaim Grendai Kacsiék nevét. Nem is ő, hanem Müller Péter volt az, aki egyébként 95-6 táján felhívott. Egyébként ezt megelőzte egy egy kemény összeveszés Péterrel, ez a kezdeti volt fesztiválok idején történt, amikor, ahogy említettem, még mindent mi magunk csináltunk a fesztivál ideje alatt is, és éppen óriási csúszásban voltunk, ez egy húsvét vasárnap, koncertnap volt, és a Péter kérte, hogy szeretne a gyerekeihez sietni haza, hogy most már hat kezdjenek, hiszen egy órát késik a program. Mondtam, hogy oké, okay, de azért engedtem a kis lovaséknak, hogy még egy számot játszanak, erre mondta Péter, hogy akkor viszontlátásra ő már nem lép fel aznap este. És jó, megsértődött és hazament. Megsértődött, hazament, én meg ezt profi módján elmondtam a színpadon a közönségnek, hogy Péter mit tett. Hogy megsértődött? Hogy megsértődött és felvette a gázsiját és, és lelépett. Fú, azért ez, ez hát, durva árulás. De, ez nem egy, egy elegáns megoldás. Be, és hát azt hiszem, hogy a korszakot jól jelzi, hogy hát nem felhívott a Péter, hiszen nem volt még mobiltelefon, hanem a szüleimnek a, az otthoni üzenetrögzítőjén hallottam tőle egy, egy hosszú üzenetet arról, hogy milyen pert ha hogyha, hogyha ezt nem teszem valahogy rögtön helyre. És azt hogy lehet éretteni? Hát aztán vettem egy nagy levegőt, fölhívtam, sokat beszélgettünk, és rá egy hétre fölhívott, hogy nem akarok ebben velük dolgozni, Pesten indítottak egy új vállalkozást a szigetes csapattal együtt, a sziget akkor még egészen pici volt, meg az egész csapat is, teljesen más méretű, mint az utóbbi években, és hát azzal hívott föl, hogy nem vezetném el az új budapesti fürdőkben zajló projektcéget, egy-két éves voltam, gondolhatod, hogy repdestem az örömtől, hogy ilyen, ilyen lehetőség ért engem. Egy ilyen telefonból szerinted hogyan kanyarítottad ki ezt a kapcsolatot? Tehát mi az, ami meggyőzte őt, vagy, hogy amire ráharapott? Na mai napig hiszek abban, hogy bár, bár nagyon sokszor szorongok attól, hogyha valakit fel kell hívnom egy konfliktus helyzetet, megoldani, vagy rábeszélni valamire, hogy ez, ezt mikor, melyik pillanatban, hogyan tegyem meg. Sok esetben előtte egy SMS-sel, e-maillel, meg megágyazni annak, hogy mi történjen, de abban nagyon hiszek, hogy hogyha az ember nyíltan elmondja a szándékait, és beavatja azt, akivel szeretne együtt dolgozni, vagy valamilyen projekten, bármilyen ügyben együtt képzel vele valamilyen jövőt, akkor annak azért óriási szerepe van. És most, hogy mondod, mivel ezzel nem szoktam sokat gondolkodni, azért a legtöbb esetben az a, az a tapasztalatom, hogy ez, be is szokott válni. De hogyan Bírod ezt a stresszt, hogyan viseled a konfliktusokat beleálsz, nyelsz egyet. Én nem tudom rólad például elképzelni, hogy kiabálj, de lehet, hogy a munkatársaid más mondanának, nem tudom. Kiabálni nem szoktam. Sokkal inkább a, ugye a szorongást szóba hoztam a. Az előbb sokkal inkább jellemző az, hogy, hogy sérülékenynek érzem, átom, tartom magam, tehát azt hiszem, hogy nagyon sokszor a, azok a munkatársak, vagy, vagy bárki, akivel, akivel kapcsolatot tartok, egy-egy gesztus, egy-egy megnyilvánulás, ami, ami, ami bántónak érzek, az egy-két napig után el tudom vinni magammal, és, és sokáig elemzem, hogy vajon hogyan kellett volna ezt a helyzetet megoldani. Ugye az előbb ugye említettem, hogy, hogy szeretek telefonon, szóban lehetőség szerint az ilyen típusú konfliktusokat kezelni. Az ilyen helyzetekben is nem biztos, hogy jól teszem, de addig, addig nem nyugodt a lelkem, amíg, amíg nem keresem meg azt a, azt a lehetőséget, hogy néhány szót váltsunk arról, hogy, hogy én ezt hogy éltem meg, hogy éreztem. Néha bebizonyosodik, hogy túlihegtem, és nem volt igazán jelentősége annak Tehát a... már egy másik mozi volt a fejedben. Igen, de, de mivel nem hagy nyugodni, ezért azt gondolom, hogy, ez sok éves tapasztalatom, hogy jobban teszem, hogyha utána járok. A fesztivál szervezésre rengeteget kell improvizálni. Az egyik lemondta, a másik késve érkezik, a harmadik nem érte a szerződést, mit tudom én, csak néhány dolgot így felvetek, és akkor egyfolytában van valami, amit el kell intézni. Kicsit közhelynek tűnhet, de, de valóban így van, hogy szerencsére nem vagyunk egy nagy csapat, tehát a volt produkció most már a, a miénk, ami ami most már 21 éve szervez fesztiválokat, koncerteket, és így tovább. Tehát nem vagyunk egy óriási csapat, kb. 20 dolgozunk együtt egész évben, de egy nagyon jó csapatról beszéltünk, tehát amiket most felsoroltál problémákat, azoknak egy jó része nem is jut el hozzám, nem azért, mert egy elefántsont toronyban ülök, hanem mert az előkészületek kapcsán nagyon-nagyon kiveszem a részemet abból, hogy hogy elinduljanak az ügyek, az a része nagyon-nagyon fárasztó, de máshogy nem is tudom elképzelni, hogy egy kicsit azért közgazdásznak is kell lenni, Igen. kicsit marketingesnek is, kicsit művészkedősnek is, hiszen nem egy olyan cégnek vagyok az egyik fogaskereke, ahol rám bíztak valamit, egy részfeladatot, hanem az egészet összességében kell látni, hogyha születik egy jó ötlet a, a fejemben, akkor azt végig gondolom sok-sok nap vagy hét alatt, hogy ennek azok hogy jó ötlet, van is létjogosultsága, erre meg tudjuk szerezni azt a támogatást, bármilyen szintű segítséget, ami nélkül nem tudjuk megvalósítani. Tehát sokkal inkább ez a része az, ami. nem ami, azt mondja, hogy embert próbálod, de nagyon-nagyon sok feszültséggel, munkával jár. Tehát a tervezői munka. A Tehát tervezői például oda munka. kerülünk, hogy fellépnek a színpadra. Ott a fesztiválokon vagy az eseményeken, amikor jelen vagyunk, túlzás nélkül mondhatom, hogy észre se vennék, ha nem vagyok ott, mert hogy, uh -huh. hogy ott már azért leginkább közönségként szeretek viselkedni. Ez kényelmes is egyébként, meg valóban megadja azt a, azt a luxust, hogy egy kicsit belehelyezkedhetek abba, abba a közönségnek a, a helyzetébe, hogy milyen az, amikor ő megérkezik a jegypénztárhoz, bemegy, meghallja az első hangokat, leginkább ezt a ezt a helyzetet szeretem, amikor ezt kipróbálhatom. Azt szokták mondani, hogy a cirkuszos gyerekek a manésban nőnek fel. A a színház gyerekek pedig próbákon, a fesztiválos gyerekek azok fesztiválokon nőnek fel, vagy hát ott élik az életüket gyakran? Nem jellemző. Érdekes módon elengedtem, vagy legalábbis próbálom elengedni azt, hogy három gyerekem van, hogy bármit rájuk erőltessek. De ez nyilván... nem erőltetés, ez egy életforma. Igen, de, de, de azért egy az a vágy, azt hiszem, hogy a legtöbb szülőben nem szeretek így fogalmazni, hiszen először vagyok szülő ezzel a három gyerekkel, ezért csak képeim voltak a maios elképzelések arról, hogy egy nem szülő... Mindenki először szülő. De hogy, hogy, ezeket a paneleket nem tudom, hogy sablonokat nem tudom, hogy mennyire kell magunkra erőltetni, vagy, vagy beleélni magunkat, hogy jaj, a szülők általában így csinálják. Minden esetre szeretnek időnként egy-egy fesztiára kimozdulni, de az, hogy non-stop legyünk, általában eljönnek oda, egy napig, két napig jól érzik magukat, aztán inkább szeretnek ö, valami mással foglalkozni, le inkább a foci érdekli, a fiúkat, a torna, a kislányomat, ö, de azért ö, koncertekre most már elkezdtek, legalábbis a nagyfiam, aki most 16 éves lesz, ö, már elkezdett koncertekre járni, és hát persze egy kicsit így ö, ö, dagad a mellem, hogyha itt szokás ezt mondani, hogy hát és mit én is szoktam már csinálni, de hát évközben ilyenekből nem sokat látnak. Bízom benne, hogy azért lesz a következő szezonokban olyan produkció, ami, aminél büszkék lehetnek arra, hogy, hogy az apukájuknak van -e ehhez köze. De ugye ez mekkora dolog, hogy mindenki oda akar bejutni, és ők meg így, hát apám csinált egy fesztivált, nekik ez tök természetes. Érdekes, hogy ők egyáltalán nem ilyenek, a, nemrég volt egy budapesti koncert, amire a fiamnak kértem jegyet, amit már eleve nem szeret, és olyan karszalagot kaptam, ami backstage feliratos volt. A bejáratnál elcserélte egy közönségbe valakivel, hogy ne lássa senki rajta, hogy, De miért? hogy a be bejuthat. Tehát nem akart VIP? Nem akar, nem akar ő visszaélni ezzel a, ezzel a helyzettel, hogy ő, hogy ő bárhova bejuthat, vagy ő bejuthat olyan helyre, ahova más nem. Gondol. Tényleg mások meg egymás sarkát tiporják, hogy a VIP vip nak a VIP-jába koktélozhassanak A te fiadnak, akinek nincs ideírva hogy lobenwein, aznak meg ciki. Hát látod. De hát akkor én sem jót. értem. De egyébként örülök, hogy ilyen. Ők a maguk területén látom azt, hogy olyasmiben e, sikeresek, ami, mintha nem is az én gyerekeim lennének. Tehát tőlem a sport és a foci az Csillan? nagyon távol állt. Szüleim sem nézték soha, labdába nem is tudnak belerúgni, ők meg nagyon-nagyon jók ebben. És játszanak? Tehát profi játékosok a fiaid? Ugye két fiad és, és egy lányod van. Így van a két fiam igazolt játékos, a lányom pedig tornára jár. Azért ez egy nevelés, hogy ők nem feltétlenül a te nyomdokaidban lépkednek. Mm, hát hanem a hogy függetlenek, mm. meg van a saját érdeklődési körük. Én azért a gyerekeimtől tényleg elég sokat tanulok. Az ember úgy van, legalábbis én így vagyok úgy vagyok, a, a, a ezzel a gyereknevelés kérdéssel, hogy egyáltalán lehet nevelésnek nevezni, hogy igyekszem tényleg úgy élni a hétköznapjaimat, hogy, hogy abból ők valami értékeset tudjanak elszippantani. És hát ha valami, akkor ez nyilván egy, egy örök fejtörés nekem, hogy egyrészt jaj, de szerettem, amikor hogy picik voltak, és vihettem magammal kiállításokra, bolha piacra, és itt nem tudom hova még, vajon fogják-e még ezt valaha igényelni. Ha az a kérdés merül föl, hogy mi az, amin tudom stresszelni magam, vagy folyamatosan megfelelni egyfajta Magam által támasztott elvárástok, akkor például az a gyereknevelés kérdés e tekintetben ilyesmi. Amit meséltem a, a fiaimról koncertek kapcsán, fesztivál kapcsán, itt még nyilván bármi történhet velük. Én nem gondolom, hogy ebben bármi szerepem nekem lenne. Nem gondolod, hát kinek lenne szerepe, hanem a szülőknek? A motivációval, vagy a példamutatással, vagy a saját életükkel? Azért, azért tartom egy kicsit kakuktojásnak pont ezt a helyzetet, mert azért vannak zenészbarátaim, akik járnak hozzánk vendégségbe, tehát azért, olyan közegben nőtek fel, ugye ma is Zsos cirkuszos hasonlatot hoztad, ahol mondhatjuk, hogy természetes, hogy, hogy, aktuális ismert nevekkel kapcsolatot tartanak, vagy ha csöng a telefon, akkor, akkor látják, hogy ki mindenki és milyen ügyekben De nekik ez nem számít, nekik ez természetes. Ez nekik természetes, mégis az a helyzet, hogy, hogy mondjuk ne a saját energiájukat befektetve jussanak valami előnyhöz, attól, attól óckodnak, legalábbis most még. Jól eladtátok az üzletet, de megmaradt egy csomó más dolog, amit csinálsz a Balaton körül. A család az benne volt ebben, vagy a kiégés, hogy jó, most már ez megvolt, ezt most már csináltuk sok-sok évig, kéne egy kicsit más, más fele haladni, mert már nem vagyok 20 éves. Az eladásra kapcsolatos döntésben azt hiszem, hogy a család kevésbé játszott szerepet azt is elmondom szívesen, hogy mi vezetett oda, hogy, hogy végül négyen, a négy tulajdonos úgy döntöttünk, hogy, hogy eladjuk a Szigetet, amivel együtt a Volt Fesztivál, Balatonszand és a többi ö, eseményünk járt. A fő ok, csak hogy, hogy ne elkerülgessük a forrókását, meg hogy egyszer azért igazat is mondjuk, az valóban anyagi természetű, tehát a, akkor, amikor az embernek 40-50 év körüli eh, életkorban jön egy olyan lehetőség, ami lehetővé teszi azt, hogy másról is tudjon foglalkozni, és egy olyan ajánlatot kap, akkor ezen elgondolkodik, hogy ezt, ezt megtegye, tudja -e olyasmire fordítani azt, amit kap érte. De azt is hozzáteszem, hogy mind a mellett, hogy eh, nem túlzok, ha azt mondom, hogy négyünk közül azért hármunknak biztosan az élete, a gerendai Karcsak, az olinak és nekem a, a, az, amivel foglalkoztunk, eh, foglalkozunk. Eh, azért a utolsó néhány év az rengeteg olyan ö, megpróbáltatással járt, amikor, amikor komoly tétje volt annak, hogy ezt hogyan tudjuk tovább továbbvinni. Ez a COVID? A COVID előtti időszakban még ezek szinte kizárólag gazdasági jellegű uh -huh. kérdések, amikor, amikor azt tapasztaltuk, hogy hogy ez olyan, olyan nagy játék van a kezünkben, aminél nagyon nehéz olyan döntéseket meghozni, hogy valóban biztosak vagyunk abban, hogyha az X millió eurós dolláros fellépőt reajátot teszünk, az meg fogja hozni azt a pénzt, amiért nem kell majd eladnunk mindenünket, és nem visszük csődbe a, a családunkat több generációra. De hát ti ezt élveztétek. Hát ez a hazárdjáték volt jellemző, hogy mindig léptetek egy nagyot, ugrottatok egyet előre. Ez, ez abszolút így van, de egy, egy ponton azért éreztem minnyájunkon, hogy egy kicsit elfáradunk ebben, és, és, és érdemes elgondolkodni azon, hogy, hogy tovább lépjünk. És ráadásul azt is láttuk, hogy én azt hiszem, hogy bárkinek nem adtuk volna el, hanem láttuk, hogy olyan kezekbe tud kerülni, amely egy világszerte jegyzett profi ö, cég, amelynek ez a profilja, és, és valószínűleg azok a márkák, amelyeket addig mi építgettünk, azok a gyerekek nevelgettünk, azok jó szülők, szülőkhöz kerülnek a, a jövőben is. Az tény, hogy aki eddig jegyet kuncsorgott tőled, az most már hiába teszi. Hát nem úgy tapasztaltam, idén nyáron, de. <gül> Tényleg? <laughs> hát Ugyanúgy az... kérték? Nagyjából igen. De most már és legalább gyakorolhattam nekik? a nemetmondást. Hát volt egy keretem, amit, amit próbáltam betartani, amennyi amennyi jegyem lehetett. És hát nagyon nehéz volt egyébként azt azt, azt, azt végigjátszani, hogy hogy most, most ténylegesen muszáj azt mondom olyanoknak, akiket szeretek, vagy is tartozom neki, vagy ő is szokott ebben abban segíteni, hogy nagyon szívesen megtenném, de ebben most nem fogok tudni segíteni. Mibe fekteted most a tőkédet? Mi lesz jövő nyáron? Abban a szerencsés helyzetben ö, vagyunk, a, ugyancsak mondom, az a és én, hogy ö, bár a, az első gyerektől ö, mindig ezt a képet hozom, a Volt Fesztivál volt azzal és a Balatonszanda, amelyeket mi alapítottuk, ö, elengedtük, de azért vannak olyan kisebb gyerekek, akiket elkezdtünk nevegetni a Balatonon, strandfesztivál, bímájlék, kisebb programok, amelyek kifejezetten a Balatonhoz kötődnek. Most már pont tíz évvel ezelőtt indítottuk el a Nagyon Balaton nevű sorozatot, amelynek röviden az a lényege, hogy a Balatonon izgalmas, értékes programokat szervező vállalkozókkal, partnerekkel összefogva egy olyan erdőt hoztunk létre, amelynek a fő célja az az, hogy a Balatont egy magasabb polcra tegye, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon Balaton, akkor eszünkbe jusson a művészetek völgye a Palóznak, a Balaton Sound, sorolhatnám, a Veszprém Fest csupa olyan produkció, amihez kapcsolódóan kampányokat, programokat és hasonlókat szervezünk. Tehát ez az egyik része, ami, ami sok energiát vesz el az életünkben. A másik, ami most leginkább izgat, mozgat, az a képzőművészettel függ össze. 2000-es évnek a vége felé indítottam el egy produkciót, annak az a neve, hogy Lobenvein Galéria, ami egy virtuális térben létező galéria csupán, de nagyon hasonló egyébként a, az alapötlet, mint a fesztiválok, amelyekhez van közöm. Azokat a kortárs művészeket, akár évtizedek óta jegyzett legendákról beszéltünk, akár 20 éves tehetségekről. Időről időre egy-egy téma kapcsán felkérek, hogy mutassák meg, hogy ők mit gondolnak a Balatonról, egy adott évről, most éppen a karácsonyi időszakról. De ez, ez nem egy egy pénzközpontú dolog. Ez egyelőre egy befektetésnek mondható, aminek nekem tudom, hogy van-e olyan típusú És hogy ö, vége, hogy, hogy ebből bármi megtérülhet-e. Azt hiszem, hogy mondjuk az eladásra kapcsolatban egy fontos válasz nekem, hogy az ilyen típusú ö, szenvedély, vagy vagy inkább hobbinak is ö, teret tudok ö, engedni, tehát megengedhetem magamnak azt, hogy hogy ezzel, ehhez a kérdéshez úgy viszonyuljak, hogy pusztán az az öröm, hogy megszületnek olyan művek, amelyek, amelyeket az én kérésemre ö, készítettek el, és még azt is hozzáteszem. ezeket meg lehet vásárolni? Az eddigi időszakban még csak erre sem volt lehetőség, hanem a galéria magáévá tette, tehát megvásároltuk a művészektől e, mi magunk, és hát ami, ami hihetetlen jó érzés az, az, azzal találkozni, hogy tényleg olyan nagy nevű művészek, mint az F. Zambócsi vagy akár a Kis Tibivel dolgoztunk legutóbb, eljön egy ilyen workshopra, amikor a közönség jelenlétében alkotnak e, belváros tereken, vagy akár egy stúdióban, és annyira boldogok, olyan hálásak azért, hogy együtt lehettek, e, kávéztak, beszélgettek, és két-három napig együtt egy térben lehettek azok a művészek, akikről én azt gondolnám, hogy távolról, hogy hát minden nap találkoznak, de nem, nekik az egy óriási dolog, hogy, hogy ennek lehetőséget tudunk teremteni. Fotózó még? Más formában, mint mint azt mondjuk pár évtized ezelőtt mondtuk volna, hiszen a klasszikus értelmevet kamerát az szinte soha nem viszem magammal, kényelmetlenné vált, de a telefonommal igyekszem olyan, olyan képeket készíteni, ami, amiről azt gondolom, hogy jóval több, mint hát valamivel több, mint egy hagyományos... Hát, azt mindenki foto. tud. Lehet, hogy így van egyébként, de meg vagyok győződve róla, hogy, hogy van egyfajta koncepció abban, amik, amik születnek a telefonomon keresztül. És ezeket kiállítod, vagy csak a barátaidnak, családodnak mutogatod? Mm, tulajdonképpen két ága van. Az egyiket Instagramon és hasonló felületeken boldog vagyok, hogyha, hogyha visszajelzés érkezik velük kapcsolatban. Illetve van egy szokásom, ami a gyerekeim, remélem nem nézik a műsort, hiszen ezt a Jézuskának köszönhetjük, minden évben kapunk néhány olyan fotóalbumot, amit hát több hónapos munkával állítok össze, nem csak róluk, tehát nem csak családi képek, hanem sok minden, ami abban az évben történt, és a, az én kamerám szemtanúja volt, erre mindig nagyon készülök, és azt hiszem, hogy ők is nagyon várják tulajdonképpen ez a legfontosabb kiállítási funkciója annak, amit egész évben csinálok. És hát a kislányom, aki e tekintetben a leglelkesebb, ő esténként, mint, a, mint egy képes könyv, ezt így előveszi, és a 6 évvel ezelőtti, 8 évvel ezelőtti album éppen aznap a téma, és akkor végig megyünk rajta, hogy mi történt abban az időszakban. Ebből az évben mi a kedvenc képed? Hát éppen tegnap repülőn ültem, és sajnos nem volt hosszú út, de azt a két és fél órát azt azzal töltöttem, hogy elkezdtem leválogatni a, a fotókat. Hát ugye egy év alatt én is meglepődtem, de 20-30 ezer fotó yes, születik egy, egy telefonnal. És hát szoktam mondani, amikor még picik voltak a gyerekeim, hogy egy gyerekfürdetéssel vagy mind a száz kép szar, vagy mind a száz jó volt most hogy választasz ki egyet közülük, hiszen teljesen hasonló, hasonlóak. Ez egy óriási feladat ennek nekiállni. Vannak olyanok, amelyekről azt gondolom, hogy akár szívesen megmutatnám a nagy nyilvánosságnak is, mert egy jól elkapott pillanat, egy fényjáték vagy, vagy egy, egy, épület, meg vannak olyan nagyon klassz családi pillanatok egy asztalnál, egy nyaraláson bárhol, amit tulajdonképpen bárki készíthet, de, de ezt összerendezve és együtt nézegetve az egy jó pillanat. Nagyon... Milyen nektek fontos. Nekünk az. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen én is!